Napra pontosan egy hónap múlva kezdődik az OTP Bank Liga következő kiírása, tehát gyakorlatilag 4 hét áll az újonc DVTK rendelkezésére, hogy felkészüljön az előttünk álló bajnoki szezonra. Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit innen a DVTK edzőközpontból. Az első felkészülési találkozó következik a csapat számára, az újjáalakuló, formálódó Diósgyőr számára. Az MB3-ban legutóbb ezüstérmes Putnok FC a diósgyőriek ellenfel. A putnokiak tiszta feketében, a DVTK fehér felsőben és piros alsóban játszik. Majd új játékosokkal, új nevekkel kell nem csak nekünk, hanem a szurkolóknak is megismerkedni. És nem csak nekünk, nem csak a szurkolóknak, hanem természetesen a szakvezetésnek is. Úgyhogy ezek a felkészülési találkozók, amelyet hazai környezetben és majd az ausztriai edzőtáborban játszik a csapat, természetesen ezt a célt szolgálják elsősorban. Nem az eredmény a lényeges, hanem az, hogy Szergej Kuznyecov és a segítői felmérjék, hogy kiben milyen potenciál rejlik az NB1 szempontjából, nem csak az újonnan igazolt játékosokat nézve, hanem természetesen azok szempontjából is, akik az NB2-es bajnokcsapatot alkották. Elkészül az új szezon első csapatképe itt a Putnok elleni felkészülési találkozó előtt, és rövidesen elkezdődik az összecsapás is, amelyet Nazsa Tamás fog vezetni, az oldalvonalok mellett asszisztensként pedig Szilágyi Norbert és Vilmányi Simon lesz a segítségére. Egyelőre rengeteg labda a pályán, egy ebből természetesen meg fog maradni, és akkor elkezdődik a mérkőzés. Kárló Szentics védi a DVTK kapuját, természetesen egy új kapusról van szó, néhány nappal ezelőtt történt meg a bejelentése az igazolásának róla, és természetesen a többi új játékosról is ejtünk majd néhány szót itt a közvetítés közben. A védelemben 4-4-3-as felállást írtunk fel, adtunk meg, hiszen az MB2-ben is a Diósgyőr így játszott ebben a formátumban. A védelemben Farkas Dániel, a bolgár válogatott Bozsidár Csorbazicski, Bárdos Bence és a próbajátékon szereplő Steven. A középpályán Bényei Ágoston, Holdanf Gergő és Pozeg Vancas, szintén egy új igazolásról beszélünk, a támadó sort pedig ezen a mérkőzésen, legalábbis itt a találkozó elején, Gera Dániel, a Mezőkövesdről a magyar futballt követők által jól ismert Marin Jurina, valamint Lukács Dániel alkotja. Ez tehát a DVTK kezdő 11-e az első felkészülési találkozón, és rögtön egy baloldalról meredeken beívelt labda, amit letudott Szentics húzni a levegőből. Egyébként napos, de rendkívül szeles időjárás fogadta a csapatokat, és annak ellenére, hogy ez egy zárt kapus felkészülési mérkőzés a Putnok ellen, azért itt az edzőközpontban jó néhányan érdeklődnek a kerítésen kívülről is. Természetesen sokan kíváncsiak a csapatra, amely pénteken majd elutazik Ausztriába, kéthetes edzőtáborba. Bárdos Bence teszi oldalra a labdát Mári Stevenhöz, és Gera Dániel lép vissza. A Putnok kezdő csapatában Pápai Krisztián, Szabó Zsombor, a DVTK játékosa Murva Patrik, egyelőre még bizonytalan a jövője. Aradi Dominik, a Diósgyőrben ugyancsak megfordult és jól ismert Nemes Milán, Lőrinc Attila, Dobrovicki Jenő, Pócsik Botond, Bökönyi Adrián, elő pedig az ugyancsak diósgyőri gyökerekkel rendelkező Boros Gábor és Galacs Erik Szala Ákos csapatában. Gera gurítja vissza. Pozeg Vancas, egy jó indítás. Murva próbál jönni, keresztezni, a labda azonban átszáll a hosszú oldalra. Gera Dániel beadása volt ebből a szempontból pontatlan. Harmadik perc a találkozón, gól nélküli döntetlennél.
és természetesen a putnok számára is ez egy fontos felkészülési állomás, annak ellenére, hogy az MB3-as rajtig is bőven van idő. De a DVTK második számú csapatával egy csoportban szerepelnek természetesen a putnokiak. Ott egyébként tegnap készült el a csoportbeosztás. A harmadik vonalban 4 csoport lesz majd, mind a 4-ben 16 együttes, tehát valamilyen szinten bővül, ugyanakkor csoportonként szűkül is majd a mezőny. A mérkőzés 4. percében járunk, és Lukács jobboldali szögletét figyelhetjük, jön is a beadás középre. És hogyha minden igaz, akkor Csorda Zicski húzódott előre, és ő próbálta pápai kapuja felé irányítani a labdát. Steven Fejeli tovább, egy kemény fejpárbaj, lecsorog a labda, amit Bárdos Bence gyűjt össze. Csorda Zicski. Farkas indítása, mélységi labdája pontatlan, így putnoki kirúgással folytatódhat majd az összecsapás. Találkozó 5. percében Pápai Krisztián teszi le az 5 és feles sarkára a labdát. Szóval jelen pillanatban a DVTK 7 távozónál és 7 érkezőnél tart, már ami az új keret kialakítását illeti. Szentics íveli a labdát balra. Steven kapja vissza Pozegváncástól. Csorda Zicski. És már a jobb oldalon Lukácsnál, Lukács révén futhat ez a Diósgyőri akció. Lukács sokkal gyorsabb a védőjénél. A keresztbe tett labda azonban nem talált már játékos társat. Szabó Zsombor. Volt egy visszapattanó labda, úgyhogy Diósgyőri bedobás következhet majd. Steven teszi vissza Bárdoshoz. Csorda Zicski. 11-szeres bolgár válogatott belső védőről van szó. És egy les miatt áll meg a DVTK akciója, és néhány perccel ezelőtt ugye a DVTK hivatalos kommunikációs felületein bejelentette Alexander Valejo érkezését, aki rutinos spanyol védekező középpályás, aki Angliában és Cipruson is szerepelt, legutóbb pedig Lengyelországban futballozott 31 éves játékosról van szó, aki most ezen a mérkőzésen ugyan már itt van, de nem lép pályára, viszont pénteken a DVTK keretével utazik természetesen az ausztriai edzőtáborba. Valejo 92. januárjában született, 191 centi magas, védekező középpályás középső védő. Korosztályos spanyol válogatott volt az U19-ben, a spanyol másodosztályban közel 80, az angol másodosztályban 21, a ciprusi első osztályban 18 mérkőzésen lépett pályára, és 14 meccset játszott a lengyel élvonalban. Így került ide a DVTK-hoz. Bízunk benne, hogy a többi újonnan érkező labdarúgóhoz hasonlóan ő is komoly erősítést jelent majd, időközben pedig egy életerős putnoki lövést láthattunk, amit Szentics maga biztosan húzott le. Holdan lép be két ember közé. A DVTK csapatkapitánya részt vett a tegnap megtartott szezonnyitó sajtótájékoztatón is. Remek meglátás Farkastól, Lukács kapja már a labdát, aztán a beívelést, a laposan belőtt labdát kivágják a vendégek. Egészen pontosan Pócsik Botond volt. Csorda Zicski teszi hátra, Bárdos. Holdan flép be üres területre.
Bényei fordít, most már ismét Lukácshoz, és egy remek betett labda után megvan a DVTK vezető gólja, méghozzá az újonnan szerződtetett Jurina révén, aki remekül érkezett a kapu elé, és nagyon pontosan fejezte be ezt az akciót. Az összecsapás 9. percében járunk, amikor Lukács élesen belőtt labdáját a kapu elé, méltani pontossággal érkező Jurina továbbította a putnoki hálóba. Ezzel tehát az új szezon első felkészülési mérkőzésén megvan az első diósgyőri találat. Marin Jurina nevéhez fűződik. És ennek ellenére továbbra is tartom, ugye, hogy nem az eredmény, a számszerű végeredmény lesz a fontos ezen a mérkőzésen és a többi felkészülési találkozón. Az majd egy hónap múlva lesz érdekes, és onnantól természetesen folyamatosan. Szabó kap egy pontos keresztlabdát, és Murva Patriknak teszi le, aki a DVTK tartalékban, most már DVTK második számú csapatánál pallérozódott diósgyőri nevelésű játékos, most azonban a Putnok csapatában játszik ezen a mérkőzésen. Egyelőre a jövőjéről hivatalos információ nincs. Jurina, Csorba Dzsicki. Bárdos kapja a labdát. A DVTK kispadján ott ül Ogyincov, Csirmaz, Szatmári, a francia játékos Celestin Bokros-Szilárd, a Kazincbarcikáról visszatért Csatári Gergő, az ugyancsak saját nevelésű Ferencsik Bálint, de Bertus Lajos, Papp Marcell, Lőrinci Attila és Megyes Szinán is bevethető a Putnok elleni találkozón a későbbiekben, a továbbiakban, amennyiben Kuznyecov Szergej így gondolja. Steven kapja a labdát, jó ütemben lépett vissza, és meg is szerzi, így nagyon hamar elhalt ez a putnoki akció. Lukács pedig rengeteget van játékban a jobb oldalon, is jó cselekkel indul el. Pozsek Vancsasz teszi be, Lukács pedig egy kicsit most ezt a labdát, ezt az átadást eltörte, elrontotta a hosszú sarok mellé, száll végül. A szezonnyitó sajtótájékoztatón egyébként az is elhangzott, hogy egy 24-26 fős keretben gondolkozik az NB1-es bajnokság szempontjából a DVTK csapata. Természetesen fontos, hogy legyen merítési lehetőség. Azt persze egyelőre nehéz megmondani, hogy milyen erősségű lesz a csapat, mindenki abban bízik, hogy stabil és jó erőt fog képviselni a Diósgyőr, de ahogy Bajusz Endre sportigazgató is fogalmazott, az első és legfontosabb szempont a bennmaradás, és gyakorlatilag valamennyi klub így nyilatkozik, így kommunikál, mert az elmúlt éveket nézve a Ferencváros kiemelkedik a mezőnyből, de gyakorlatilag a többi csapat a bennmaradásért harcol, aztán természetesen amint ez megvan, a minél jobb helyezésekért, de ez az elsődleges szempont, és mivel a DVTK 2 év szünet után tér vissza, így nyilvánvalóan ezt a célt, ezt a feladatot kell a piros-fehéreknek majd elsődlegesen elérni. Aztán természetesen bízunk benne, hogy ez a lehető leghamarabb meg lesz, teljesül, onnantól kezdve pedig majd lehet magasabb célokat vagy más célokat is megfogalmazni. Aradinál a labda. A Putnok pedig gyakorlatilag az előző szezonban kimaxolta azt, ami benne lehetett ebben a bajnokságban. Időközben Lukács szerez nagyon jó ütemben labdát, és már is dobja ki szélre, és kapja vissza lendületből, érkezik a kapu elé. Ott azonban a beadást Pápai Krisztián vetődve hárítani tudja. Szóval a Putnok a bajnok, a keleti csoport bajnoka a BVSC mögött. Második helyen végzett, ezüstérmes lett. Nagy volt a különbség az éllovas és a többi gárda között, de a putnokiak stabilan hozták ezt a második helyezést, ami az előzetes elvárásokhoz képest valamilyen szinten talán meglepetés is volt, pozitív meglepetés a borsodi futballbarátok számára. Dobrovicski.
14. perc a mérkőzésen, és Jurina találatának köszönhetően a DVTK 1-0-ra vezet a Putnok elleni felkészülési találkozón. Ez viszont egy ügyes lefordulás, aztán egy hosszan megtolt labda, és kilép a kapujából Szentics, megszerzi Bökönyi Adrián elől. Minden esetre a vendégek támadójától ez egy szép egyéni megmozdulás, egyéni akció volt. Steven kapja Bárdostól. A nigéri játékos sorsa egyelőre még nem dőlt el, de gyakorlatilag ez is napok kérdése lehet. Gera az oldalvonal mellett jól vált el az emberétől, aztán Holdanfhoz játszik vissza, Holdanf pedig elindul középen. Jurina dobja ki a labdát, Steven a 16-os oldalvonaláról jön a beadás, ez azonban elmegy keresztbe. A 15. perc legelején jegyezhettük fel ezt a diósgyőri támadást, és úgy néz ki, hogy a putnokiaknál már is történik egy kapus csere. Pápai Krisztián helyett Mészáros érkezik. Véletlenül sérülés állhat a dolgok hátterében. Majd a találkozó szünetében igyekszünk ennek is utána járni. Tehát Mészáros mostantól a putnoki kapuban. És már is egy kirúgással labdába ért és játékba avatkozhatott. Holdan flép közbe, de szabálytalan eszközökkel teszi. Pócsik Botonddal szemben, aztán Murva kapja már. Aradi. Murvához játszik vissza, ő pedig Mészárosnak gurít egészen hátra. Pozsek Vancas próbált letámadni. És egy szabálytalanság időközben a diósgyőri térfélen. Pozsek Vancas ugye 29 esztendős szlovén játékos, egyszeres felnőtt válogatott, viszont az U17 és az U23 között a korosztályos nemzeti csapatokban számtalan mérkőzést játszott. Az FC Koper volt az előző klubja, de saját hazája mellett Kazasztánban és Ukrajnában is futballozott. Természetesen támadóként veheti majd számításba a csapat kialakításakor Kuznyecov Szergej vezetőedző. Ő sok mindenről beszélt már, mint Kuznyecov Szergej a tegnap megtartott sajtótájékoztatón. Kérdéseket kapott azzal kapcsolatban is, hogy miért külföldi, miért nem magyar játékosokat igazol a Diósgyőr, erről Dr. Bajusz Endre sportigazgató is nyilatkozott, hogy gyakorlatilag a magyar játékosok élő szerződésekkel rendelkeznek, őket ki kell vásárolni ebből, és hogyha fajlagosan nézzük a bérezését és ezt az összeget, akkor a külföldi játékosok jelen pillanatban kedvezőbb kondíciókkal tudnak a DVTK-hoz érkezni, viszont Bajusz Endre azt is hozzátett, hogy hosszú távon természetesen a klub szeretne ezen változtatni, illetve erre törekszik. Ugyanakkor, mivel a másodosztályban csak magyar játékosok szerepeltek, így most gyakorlatilag az NB1-es Diósgyőrt az alapoktól kezdve fel kell építeni. Anyagi szempontból még akkor is igaz ez, hogyha a játékosok közül azért jó néhányan itt maradnak, illetve itt maradtak az NB2-es bajnok csapatból. Ilyen például Bárdos Bence, akivel talán az elsők között hosszabbított szerződést a Diósgyőr, és most jól teszi le a labdát Stevennek, aki nigériai játékos. Pozsek Vancas.
Holdan teszi tovább Csorba Dzsicki. És Lukács jól forgat, jól fordít most. Balról jobbra a Diós Győr Jurina. Holdan Lukács. Sokkal többet van egyébként játékban a piros-fehérek jobb oldala. Még akkor is igaz ez, hogyha ez a beadás most nem sikerült túlságosan jól. A 19. perc az első felkészülési találkozón, és Jurina találatával a Diós Győr továbbra is 1-0-ra vezet. Az NB3-as bajnokság legutóbbi ezüstérmese az FC Putnok ellen. Csorba Dzsicki, Farkas. Lukács lép vissza az oldalvonal mellett a labdáért. Ő is elmondta már, mint Lukács Dániel, hogy nagyon várta már, hogy elkezdődjön a közös munka a csapattal, hiszen most már új feladatokért, új célokért kell küzdeni. És ennek az első állomása ez a Putnok elleni találkozó. Murva rúgja fel magasan, Steven veszi le szép mozdulattal, és jól teszi tovább két sötétmezes Putnoki között, aztán Bárdos is érkezett. Nehéz volt megállapítani, hogy kiről ment ki ez a labda, mert hogy nagyjából egyszerre ért oda a két játékos. Szabó Zsombor bedobása után. Galacs teszi középre, átszáll a labda a túloldalra, és oda kellett érkeznie Farkasnak, aki meg is tette mindezt. Kicsúsztatja szögletre. A bal sarokból rúghat majd a Putnoki együttes. Emlékeim szerint a mérkőzés során az első szöglet következik majd a vendégek részéről. Pócsik Botond érkezik, és ő fogja bekanyarítani középre. Holdi hármas! Holdi hármas! Kicsiben oldják meg a vendégek, aztán most jön be a labda, amit egyből sikerül kibólintani. Bárdos. Lőrinc Attila. Nem összekeverendő a Diós Győri Lőrincivel, ő csak simán Lőrinc. Aradi. Lőrinc. Szabó. És Csorba Dzsicki. Higgadtan gurítja haza Szenticsnek. Bárdos kap nyomást rögtön a saját 16-oson belül, de ügyes labda kihozatal Steven és Pozsek Vancás segítségével. Dobrovolszki most már. Murva kapja. Furcsa érzés lehet a Diós Győr ellen játszania, hiszen gyakorlatilag, amióta elkezdte a labdarúgást, azóta a piros-fehér mezben játszott Murva Patrik. Ez egy nagy védés, amit Szentics mutatott be. Egy életerős vendégkísérlet volt. Pó
Bócsik részéről. Újabb szöglet következik majd a vendégcsapat részére. A 24. percben járunk a találkozón. Egyetlen gólt láttunk eddig, ami Jurina nevéhez fűződik. Most az elmúlt néhány percben azonban a Putnok megpróbál oda kerülni a Diós Győr kapujának előterébe. Ez is egy ügyes megoldás volt, és jön a beadás is középre. Lövéssel fejezik be a vendégek. Nemes Milán vette célba a kaput. Évekkel ezelőtt ő is játszott a DVTK csapatában, mint ahogy Boros Gábor is, Murva Patikról pedig ejtettem már néhány szót. Ugye az OTP Bank Liga sorsolása elkészült, hogy visszatérjünk a várva várt bajnokság első néhány fordulójára. Egy hónap múlva a Puskás Akadémia vendég szerepel majd a DVTK stadionban. Ezután egy borsodi rangadó következik Mezőkövest, Diósgyőr a második fordulóban. Majd érkezik a Paks és Zalaegerszegre utazik Kuznyacov Szergej csapata. Ugye hivatalosan a mérkőzés napok szombatra esnek, ennek ellenére az M4 Sport majd kijelöli igazából, mivel a sportcsatorna valamennyi első osztályú mérkőzést közvetít, így az M4 Sport dönt majd arról, hogy melyik találkozókat rendezik pénteken, melyeket szombaton és melyek esnek vasárnapra. Itt azért főleg a bajnokság első részében figyelembe fogják venni egész biztos a nemzetközi kupában induló magyar csapatokat. Tehát elképzelhető, hogy a Ferencváros, mivel a Bajnokok Ligája selejtezőit kedden szerdán játsszák, így pénteken szombaton fog pályára lépni. Viszont a Konferencia Ligában érdekelt csapatok csütörtökön lépnek pályára a selejtezőben, így minden valószínűség szerint az első néhány fordulóban az Zalaegerszeg, a Debrecen és a kupagyőztes ZTE vasárnap vívja majd a mérkőzéseit. Ez persze nem szentírás, de az elmúlt esztendőkben ez volt a bevált gyakorlat, és akkor ehhez igazodva alakítják majd ki a DVTK mérkőzéseit is. Bízunk benne, hogy minél hamarabb, de ezt egyébként az M4 Sport nem szokta annyira elkapkodni. Abban azért reménykedhetünk, hogy az első 3-4, esetleg 5 forduló programját egyszerre teszik majd közzé a bajnokság szempontjából. És egy lövés, ami megvan Szenticsnek, de az elmúlt percekben a Putnokiak dolgoztatják a DVTK újonnan szerződtetett kapusát. Egy jó labda átvétel és egy pontos kaput eltalált kísérlet volt. Szentics aztán most nyugalomra inti a társakat, és következik egy ivószünet is. Hiszen azért a szeles időjárás ellenére elég melegben játszanak a csapatok, illetve nem egy hivatalos ivószünet volt, de a szusszanásnyi szünetet mindenki igyekezett kihasználni. Szentics gurítja ki a labdát Csorba Dzsickinek. Bényei. Bárdos kapja, visszahúzódik, visszáll a saját tér felére a Putnoki csapat. A DVTK pedig egyelőre hátul adogat. Az első félidő 28. percében járunk továbbra is. Egy gólos diósgyőri vezetés. És Putnoki bedobás következik majd. Holdanf csúsztatja le. Steven emeli föl, Lukács még megmenti az oldalvonal előtt, Farkas, Csorba Dzsicki, és Bárdos Bence most már ismét. Gera is kérné a vonal mellett. Csorba Dzsicki.
Holdanf indítaná Lukács irányába Diós Győri akciót, ez azonban most pontatlan. Hát nyilván ebben a szakaszban, itt az első felkészülési mérkőzésen azt egyáltalán nem lehet elvárni, hogy mindenki ismerje a másik gondolatát és csukott szemmel oda tudja rúgni a labdát, ahol a játékos társa éppen tartózkodik. Azért ehhez ettől nyilvánvalóan sokkal több idő kell, sokkal több időre van szükség. Szóval a csapat elutazik június 30-án az ausztriai edzőtáborba, amely július 13-áig tart majd. Szlovák első osztályú, német másodosztályú és osztrák élvonalbeli csapatokkal biztos, hogy játszik majd a DVTK, az FC Nürnberg és a Linz az ellenfelek között szerepel. A főpróbát pedig majd egyébként hazai környezetben a DVTK stadionban a Kassa ellen tartja a csapat. Ezt a mérkőzést egy héttel a bajnoki nyitány előtt, július 22-én tartják majd meg. Rendezik meg, így áll össze tehát a felkészülési program most, és majd egy héttel a bajnoki rajt előtt lehet a felkészülés alatt látni a Diósgyőrt hazai környezetben, egyébként a többi találkozóját az osztrák felkészülési táborban játsza majd le a csapat. Bárdos, Steven elveszíti a labdát, Szabó pedig megindul a helyén és betör a 16-oson belülre. Érkezik Holdanf, testtel egy picit arrébb tette a putnoki támadót, és ez elég volt ahhoz, hogy kibillentse az egyensúlyából és megszerezze a labdát. Jurina szabálytalanul sem tudják megállítani, aztán Farkast igen. Aradi Dominik követte el ezt a szabálytalanságot, egy kicsit csendesebb időszak után most ismét nagyobb iramra kapcsoltak a csapatok, felpörögtek az események. Lukács kapja Csorba Dzsickitől a labdát. Aradi. Farkas. Egy elkésett belépő. Farkas Dániel részéről jöhet egy putnoki szabadrúgás. Akkor, amikor túl vagyunk a mérkőzés első fél óráján, és Jurina találatával továbbra is 1-0-ra vezet a Diósgyőr a Putnok FC csapata ellen. Murva Patrik. Pozsek Vancas támadja. Meg is tudta Murvát zavarni, dobhat a DVTK. Holdanf kéri el, és kapja meg Steventől. Bárdos, Csorba Dzsicki lép vissza. Helyezkedett üres területre. Farkas. Betömörül a putnok, nyilvánvalóan az NB3-as csapat a stabil védekezésre törekszik. Gera veszíti el a labdát, és ebből megpróbálnak a vendégek ellentámadást indítani. Bökönyi, Csorba Dzsicki állítja meg. Bényei. Lukács. Gera keveredett át a jobb oldalra, és harcol ki egy bedobást aztán. Nyilvánvalóan itt a második fél időben azért bőven lesz változás, személyi is, hiszen a padon is sokan ülnek mind a két oldalon, természetesen ezt is igyekszünk majd nyomon követni, figyelemmel kísérni. Murva. Megindul Jurina mellett. Holdanf. Szépen és szabályosan lépett be Pócsik Botond elé. Meg is van a labda. És Gera mehet most már a bal oldalon. Egy igazítás után megszelidíti a labdát, aztán teszi tovább Stevenhöz. Jön a beadás középre, amit ki tudnak fejelni. Pócsik azonban nem tudja sokáig megtartani Csorba Dzsicki, aztán Bárdos játsza vissza neki a labdát a bolgár védőnek, aki laposan észreveszi Farkast.
aki az oldalvonal mellett húzódik előre. Lukács lép vissza, Csorba Dzsicki. Bárdos és Steven a labda útja. Gera. Bárdos rúgja át Lukácshoz. A támadó játékosai is bátran lépnek vissza a labdáért a DVTK-nak, legalábbis itt az első fél órában ezt lehetett látni, most azonban figyelni kell és sprintelni vissza, mert megindulnak a vendégek. Galacs, jön a lövés és szép a védés. Szentics részéről kanyarodott bizony a labda a jobb alsó sarok irányába. Szenticsnek azért volt egy-két szép megmozdulása, remek védése itt az első félidőben, és talán azért jó, hogy ilyen szellemű csapat az első ellenfél, mert annak sem lenne értelme, hogyha egy teljesen defenzív Putnokot látnánk. Próbálnak futballozni, nyilvánvalóan számukra is a védekezés az alapvetés, és hogy a saját kapujuk előtt minden rendben legyen, de amikor lehetőségük adódik, akkor igyekeznek kontrát vezetni, veszélyes kontrát, és többször eljutottak már a kapura lövésig ebben a bő első fél órában, tehát Szenticsnek is volt dolga. Egy remek váltás. Gera teszi tovább. Bényei fordul a kapura, és be tudja lőni félfordulatból. Egy remek Diós Győri akció után megvan a második találat. Bényei Ágoston nevéhez fűződik. Nem sokat vacilált, nem állítgatott Bényei. Érezte, hogy a kapus nincs a helyén ennél a szituációnál, és fél fordulatból, vagy teljes fordulatból be tudta venni a Putnok kapuját. Itt kapja a labdát, és jól vette észre Bényei azt, hogy Mészáros oldalt kint áll a kapujából, és gyakorlatilag a bal alsó sarok üresen tátong, ezt Bényei ki is tudta használni. Jurin a vezető góljára tehát Bényei is tudott egyet hozzátenni, így most már a DVTK a Putnok FC ellen 2-0-ra vezet, akkor, amikor szűk 10 perc van hátra az első játék részből. Mészárostól Szabó kapja meg a labdát, kiemeli magasan. Pócsik. Csorba Dzsicki előnyösebb helyzetben, és övé is a labda, aztán Szentics kicsit csímbe kapta, érkezett azonban Boros Gábor is, megpróbálta meglepni a DVTK kapusát, sikerült azonban felszabadítani és bedobásra menteni. 2-0 tehát, de a Putnok megint ott van a Diós Győri 16-os környékén, Nemes Milán végzi el a bedobást. Bökönyi. Jurina teszi le mellel, és ezzel talán meg lehet indulni a saját térfelen Bényei. Murva azonban jól számolta ki a labda ívét, sebességét, és haza tudott gurítani Mészárosnak. Csorba Dzsicki fejeli el. Pozsek Vancsás. Lukács. Gera át került a jobb oldalra, ismét aztán most kocog keresztbe. Holdanf. Steven. Három ember közé, aztán Csorba Dzsicki lép vissza a labdáért. Pócsik. Tovább teszi Dobrovoszki felé, Pozsek Vancás támadja. Jön a beadás középre Csorba Dzsicki. Jurina.
meg tudja tartani, Stevennek játsza hátra, Holdan fordul, kis területen, jól hozza ki a Diós Győr. Ez pedig egy pontos hosszú indítás Lukács irányába, és négyen érkeznek, zárkóznak már a támadáshoz. Lukács húzza meg az alapvonal felé, és kirúgás lesz a vége. Ennek ellenére kapja a kispadról a biztatást Kuznyecov Szergej vezetőedzőtől. Valóban egy villámgyorsan végigvitt kontrát láthattunk most, amelyhez Lukács mellett többen, még hárman csatlakoztak. Mészáros kirúgása. Nemes Milán tette tovább, Pócsik, és ki tudják hámozni. Jobboldali akciót vezethet a Putnok. Galacs belebonyolódott a cselekbe, Steven mellett nem tudja elvinni. Bökönyi, Dobrovolszki, és Murva kapja hátul. Aradi teszi tovább. Szabó felé egy hosszú indítás, Steven mellett tovább tudja tenni a labdát, és jön a beadás középre, és a lövés is. 2-1 szépít a vendég Putnoki együttes, Boros Gábor a gólszerző. Benne volt ebben a félidőben, hogy a Putnok is betalálhat, hiszen voltak ígéretes támadásai, és ez is egy ilyen volt, amelyet góllal tudtak a vendégek kihasználni. Boros Gábor talált tehát a diósgyőri kapuba. Az első félidő 41. percében járunk. Steven. Pozsek Vancas, Párdos, Csorba Dzsickitől kapja, Gera visszafelé játszik. Lukács mehet lendületből és adhatja középre, jön is a labda, és egy szép megmozdulás, egy szép mozdulat Gera Dániel részéről. Nem találta el teljesen jól a labdát. Jurina centerezett középre. Mészáros azonban összeszedi ezt a szabad labdát. Hát lassacskán közeledünk az első félidő hajrájához. Néhány perc van még hátra. Láttunk gólt, sőt gólokat mind a két oldalon. És egy változatos iramú első felkészülési mérkőzést, legalábbis eddig. Lassan lövőhelyzet, nem is volt rossz. Pócsik Botond részéről. A 43. percben Csorba Dzsicki. Farkas kapja. Bárdos. Steven. Csorba Dzsicki. Bárdos. Steven. Pozsek Vancas bényei. Kis területen próbálták tovább vinni ezt az akciót, de egy pontatlan átadás érkezett Bényeitől. Boros.
Csorba Zicski zárja ki a Putnokiak játékosát, Pócsikot. Bárdos. Steven. Pozsegvancás. Gera kérte volna a labdát, meg hogy egy kicsit pörgesse fel a nigériai próbajátékos ezt az akciót. Bényei lép vissza, Csorba Zicski. Bárdos Bence. Holdan fengette át, Julian lépett vissza. Nemes Milán pedig elengedi a labdát. Az első félidő rendes játék idejének utolsó perce kezdődik el. A DVTK 2-1-re vezet az FC Putnok ellen. Az első felkészülési mérkőzésen. Diósgyőri részről Jurina és Bényei volt a két gólszerző. A Putnokiak találatát pedig Boros Gábor szerezte, aki az előző szezonban még ellenfél is volt, hiszen Moson-Magyaróváron futballozott, majd a tavaszt már az MB3-as Tiszaújváros csapatában töltötte. Most pedig a Putnok FC játékosa. Egy hosszú indítás előre. Galacs felé. És nincs ráadás, nincs hosszabbítás, letelt az első félidő játékideje, a DVTK tehát 2-1-re vezet a Putnok ellen. Most jön a szünet, aztán természetesen a közvetítést a második félidővel innen folytatjuk.
2-1-es Diósgyőri vezetéssel kezdődött el, tehát a második félidő, és Kuznyacov Szergej gyakorlatilag, sőt, teljes egészében lecserélte a csapatot, tehát egy új 11 játszik most. Odincov a kapuban, Csirmaz, Szatmári, Szelestin, Bokros, Csatári, Ferencsik, Bertus, Pap Marcell, Lőrinc és Meggyes, Szinán. Tehát el van osztva a keret számára ez a 2x45 perc itt a Putnok elleni összecsapáson. Természetesen majd itt a felállást meglátjuk, de ebben a csapatban azért kevesebb az új arc, több az ismertebb játékos itt a közelmúltat tekintve, mint az előző, az első 45 percben volt. A Putnokiaknál nyilván nincs ilyen mértékű változás, de igyekszünk megnézni, hogyha náluk is volt csere itt a szünetben, amely gyakorlatilag egy 6-8 perces volt. De igazából, mivel új sor érkezett a Diósgyőrnél, túl sokat nem volt értelme várni a két játék rész között. Láthatjuk majd itt a DVTK védelmében Julien Celestint, aki ballábas francia középső védő, 24 éves játékos. Pap Marcell jött lendületből, murva állította meg időközben egy sárga lapért cserébe. A mérkőzésen ez volt az első figyelmeztetés. Szóval Celestin legutóbbi klubja egy mexikói csapat volt, a Club León FC, de Mexikó mellett francia, lett és belga csapatokban is játszott. Most a DVTK védelmében nyújthat majd segítséget az előttünk álló bajnokságban. Artem Odincov, aki figyeli az OTP Bank Ligát, annak ismerős lehet a neve. 23 éves kapusról beszélünk, az elmúlt 5 évben Kisvárdán játszott, korábban pedig utánpótlás szinten hazájában, Ukrajnában, ukrán csapatokban nevelkedett. Magyarországon tehát a Kisvárda, után a DVTK a második klubja Artem Odincovnak, aki a második játékrészben őrzi a Diósgyőr kapuját ezen a Putnok elleni felkészülési találkozón. Bertus, Bokros kapja a vaktában kivágott labdát. Szinán a feljutást érő gólt lőtte, emlékezhetünk áprilisban a Kozár-Mislenyi mérkőzés utolsó perceiben. Szatmári szorongatta. Borost, Bertus, Pap, Bertus kapja vissza a Putnoki védők mögé, lőtt labdát, Nemes Milán és Murva figyelt, Csatári, Bertus forgat át Meggyes felé, egy váltás Bokrossal, és egy élesen belőtt labda Lőrinci Attila irányába. A mérkőzés 50. percében járunk, és továbbra is 2-1-re vezet a DVTK az FC Putnok ellen. Mészáros. Szatmári. Boros teszi vissza. Nemes Milán kicsit vaktában, Csirmaz gyűjtheti be a szabad labdát. És valóban úgy fest, hogy ebben a félidőben 4-4-2-es felállásban láthatjuk majd a DVTK-t. Meggyes. Celestin. Meggyes kapja vissza. A szélekre ezúttal is az első félidőhöz hasonlóan jönnek a bátor mélységi lapos indítások.
Kaputnok pedig, amikor lehetősége adódik, igyekszik bátran kontrázni. Pócsik megtartja a labdát. Meggyes lép közbe, aztán Pócsik fennakad Lőrinci Attilán. Murva Patrik. Haradi. Nemes. Nemes még. Külsővel teszi hátra Mészároshoz. Murva Patrik. Aradi. Mészáros rúgja fel Nemes Milán irányába, Bertus mehet tovább. Szólt a játékvezető, nem történt szabálytalanság. Szacsa. Bertus. Pap Marcell teszi tovább. És egy pontatlan indítás Csatári irányába. Csatári Gergő ugye a DVTK labdarúgó sportakadémia saját nevelésű játékosa. Az elmúlt szezont kölcsönben az MB2-es Kazinc Barcika együttesében töltötte, ahol rendre játék lehetőséget kapott, és ezzel azt gondolom, hogy nagy többségében élni is tudott, és egész biztos, hogy az MB2-ben a másodosztályban eltöltött egyesztendő sokat tett hozzá a pályafutásához Csatárinak. Több alkalommal sikerült látni a Barcika mérkőzését, és akkor valóban meghatározó jó teljesítményt nyújtott Csatári Gergő. Aztán itt a nyáron, ahogy véget ért a szezon, visszatért a DVTK-hoz, a klubjához, és most számára is ez egy nagy lehetőség, hogy itt lehet és együtt készülhet az élvonalra hangoló kerettel. Lőrinci Bokros irányába. És egy komoly felszabadító rúgás a putnokiak részéről. A bedobás pedig Meggyes végzi el, de már a Diósgyőri térfélről. Szelestin. Meggyes. És Ogyincov. Hátul. Szatmárinak mondja, hogy jobb oldal felé induljon vissza a támadás. Csirmaz kapja. Csirmaz jó cselekkel tartja meg Bertus most már. Csatári, szép kombináció, és ezzel akár be lehet törni a 16-oson belőre. Csirmaz megmenti még az alapvonal előtt, a visszagurítás azonban pontatlan, ebbe már hiba csúszott. Szatmári. 54. perc a mérkőzésen. És Bertus állítja meg a játékot. Boros Gábor kapott a lábához és sérült meg, de folytatni tudja szerencsére a játékot, addig állt a mérkőzés, de most már nincs akadálya a folytatásnak. Meggyes. Bokros. Lőrinc Attila lépett oda. Szelestin, Szatmári, Bertus, Csatári játsza vissza, megpróbálja most higgadtan és türelmesen tartani a labdát a DVTK, úgy felépíteni a támadásokat. Meggyes húz befele, jól vesz észre Bertust, aki teljesen tisztán, eltolódott most a putnoki védelem a jobb oldal irányába, így Bertus zavartalanul adhatott középre. Szelestin. Lőrinci menti meg még az oldalvonal előtt. Lőrinci. Ferencsik Bálint. Keveset volt eddig játékban, most azonban jól veszi észre Bertust. Itt a jobb oldalon. Lőrinci kéri el, három putnoki között mozgott üres területre. Pap Marcell. Pócsik. Murva. Dobrovolszki.
Aradi teszi vissza Dobrovolszkihoz. Bokros. Jól számolta ki a labda ívét és irányát. Csirmaz most már a DVTK jobb oldala. Csirmaz, Bertus és adott esetben Csatári nagy területen játszhat, ebben lehet lehetőség itt a második félidőben. Ferencsik tovább teszi Celestin felé, és Szatmári biztosít hátul. Bokros blokkolta le a lövést, de marad még Lőrincinél. Ott az alapvonal környékén Lőrinci forgatja meg az emberét, Szabó Zsombort, és harcol ki egy szögletet. Csere közben méghozzá három is a Putnok FC csapatánál. Boros Gábor biztos, hogy lejön a pályáról, és Bökönyi Adrián számára is véget ér a találkozó, valamint, hogyha jól látom, akkor Dobrovolszki lesz a harmadik, aki Szala Ákos csapatában befejezi ezt a felkészülési mérkőzést. Sramko Ronald érkezik. Juhos Dávid és Komári György a harmadik beszálló a gömöri együttesben. Csirmaz. 58. perc, tehát bő fél óra van hátra az első felkészülési összecsapásból. A második fél időben eddig nem esett gól, az elsőben azonban három is. Lőrinci Attila meg tudja tartani a 16-oson belül, jól teszi tovább. Jön a lövés is Csatári részéről, ami egy kicsit lecsúszott a jobb lábáról, így elkerülte a Putnok kapuját. Murva nyújtja meg. Ardai Dominik harcolt volna ki egy bedobást, aztán végül is ez nem sikerült, nem jött össze. Szatmári. Csirmaz. Bertus indítaná Csatárit. Ardai hárított remekül. Pócsik, Nemes. Sramko. Szűk területről kiszabadítják a labdát a vendég putnokiak, és Murva indíthatta már a támadást, de csak eddig. A kezdőkörben veszítik el a vendégek a labdát. Bertus mehet. Bertus még visszafordít, Ferencsik érkezik, tovább teszi Meggyesnek, Bokros érkezik lendületből, és jöhet a beadás középre. Felszabadít a Putnok. És Csirmaz most már. Szatmári. Celestin, Bokros. Meggyes Szinán kapja, kénytelen visszafelé játszani. Most már lendületből nem lehet végigvinni ezt a támadást. Bertus fejeli vissza, Nemes Miláról tovább csorog. Lőrinci Csirmaszt indítja. Mélységből a hosszú oldalon azonban nem érkezett senki. Így a labda kigurul a pályáról az alapvonalon túlra. Putnoki kirúgás következik. A mérkőzés 61. percében 2-1-es Diósgyőri vezetésnél.
Morva Mészáros kirúgása után Pap Marcell mellett húzza meg. Pócsik lerázta Csirmaszt. Szatmári Eszén azonban már nem tudott túljárni. Csatári pöcköli tovább, dobhatnak majd a vendégek. Juhos lejti, hagyja Nemes Milánnak, aki a karszallagot viseli a putnoki csapatban. Nemes. Rossz megoldás volt a vendégek részéről. Itt Csatári gyűjthette be. Bokros. Lőrinci. Meggyes. Ferencsik Bálint, a DVTK saját nevelésű akadémistája. Bertus. Elpattant tőle, Csirmasz pedig már nem tudta bent tartani. Nemes dobhat, Ardai kapja. Nemeshez vissza. Mészáros. Lecsúszott a lábáról, így Murvának kell visszalépnie, meg is teszi mindezt. Lőrinci mellett húzza meg. Nehéz volt a helyzet, de a putnok ezt most jól oldotta meg. Ogyincov Szatmárit is vitte, de a labdát is el tudta rúgni. Csirmaz. Ogyincov. Murva fejeli vissza. Pócsik. Juhos. Csirmazzal szemben. Egy az egyben nem vállalta. Nemeshez játszik vissza. Csatári szerez labdát? Nem. Samkó meg tudja előzni. Lőrinc Attila. Most is van a második félidőnek egy bizonyos szakasza, amikor megpróbál a putnok is kezdeményezni. Pócsik. És a lövés Ogyincov, aki pattanó, Nemes Miláné háttal a kapunak, de le sem volt már Nemes, úgyhogy hiába kerül a labda a diósgyőri kapuba. Már sípszó után történt mindez, és újabb változtatás időközben a mérkőzés 64. percében. A putnok együttesében, ha minden igaz, akkor ismételten három játékos érkezik. Lőrinc Attila lejön a pályáról, Murva Patrik ugyancsak befejezi ezt a mérkőzést. És Szabó Zsombor lesz a harmadik lecserélt vendégjátékos. Kis Krisztián érkezik. Az utolsó fél órára, szűk fél órára. Szűcs Dávid ugyancsak a pályán. És igyekszünk megfejteni rövidesen a harmadik cserét is. Fülöp Krisztián a harmadik pályára érkezett vendégjátékos. Tehát Szala Ákos is két hullámban hármat-hármat cserélt ezen a mérkőzésen. Bokros pedig meghúzza a bal oldalon. A beadás azonban nem jön össze, leblokkolják, dobhat a Diósgyőr csapata. Meggyes gurítja hátra. Celestin. Túl sok dolga nem volt még. A DVTK újonnan igazolt védőjének. Inkább a támadásokat segítette. Meggyes jól húzza meg. És lendületből mehet középre. A beadásról Pap Marcell késett le. Szögletre mentenek a putnokiak.
Csak úgy, mint a bajnoki mérkőzéseken, oly sokszor ezúttal is Lőrinczi Attila tekeri középre, Szatmári fejét kereste, megtalálta, de a kaput nem sikerült Szatmárinak eltalálnia. Kis Krisztián első labda érintésének egyike. És most lesz akkor a mérkőzésen ivószünet. Gyakorlatilag a második félidő felénél járunk. A fordulás után újabb gólt egyelőre nem láttunk, a DVTK 2-1-re vezet. Az MB3-as bajnokságban induló és az előző kiírásban ezüstérmes Putnok FC csapata ellen. Egyébként a DVTK második együttese is elkezdte már a munkát. Szamosi Tamás az új vezetőedző, segítője Miskei Attila, kapusedzőként pedig Szalma Pál dolgozik majd a stábban. Időközben elkészült, tegnap a Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a csoportbeosztást, észak-keleti csoportnak hívják az MB3-as csoportot, amely ugye átalakult, hiszen eddig 3x20-as mezőny volt, most 4x16-os bajnokságot írt ki a szövetség. És a DVTK 2 is dolgozik már, elkezdődtek a csapatszintű edzések, szombaton pedig a Salgótarján ellen itt az edzőközpontban 10.30-tól az első felkészülési mérkőzését is lejátszák majd a fiatalok. Rengeteg lesz valóban a 10 éves fiatal, az akadémista. Úgyhogy kíváncsian várjuk majd a közvetlen utánpótlásnak is a teljesítményét, a szereplését. Ugye az előző idényben a 12. helyen zárt az együttes, és igazából tavaszi szezonra alakult ki egy olyan fiatal állandó mag, amely végigvitte a bajnokságot. És akkor az ivószünet után vissza a nagyokhoz, vissza az első csapathoz, és a Putnok elleni felkészülési találkozóhoz, amely 2-1-ről folytatódik. A találkozó utolsó negyede következik gyakorlatilag. Bokros fejeli tovább. Lőrinczi, Meggyes. Elég nagy volt ott a 16-os vonal a környékén a népsűrűség, de végül is a vendégek kontrát tudnak vezetni. Ogyincov az előre vágott labdával. Talán neki egyelőre itt a második félidőben kevesebb dolga akad, mint az első játékrészben Szenticsnek. Celestin. Mészáros Dávid. Pap Marcell zavarja, Mészáros azonban ki tudja gurítani Szűcs Dávidnak. Nemes Milán kérni el a vonal mellett, a mélységi indítás pontatlan kisfelé. Szatmári. Csirmaz. 20 perc van hátra az összecsapásból. Csirmaz. Bertus indul mélységből a 16-oson belőre, és teszi be középre. A hosszú oldalon késtek le a játékos társak. Komári. Szatmári, Ogyincov. Galacs támadta, sikerül kihozni a labdát. Ferencsik,
Bokros és Lőrinci Attila veszi le, játsza üres területre, Csirmasz pedig begyűjti és megindul vele. Bertus. Csirmasz. Ez most pontatlan, Juhos Dávid szedi össze a labdát, Sramkó. Fülöp Krisztián. És Komári. Szépen építkezik most a vendégek akciója, innentől azonban nem előre, hanem visszafelé játsszák. Fülöp. Sramkó. Szűcs. Mészáros Dávidhoz gurít haza. Bokros biztosít. Nem adja haza, hanem megpróbálja kiemelni. Celestin fejeli tovább. Ogyincov. Dobhatnak a vendégek. Pap Marcell. Lőrinci megpróbálta maga elé tenni, ezúttal most ez nem jött össze. Sramkó. Fülöp. Mélységi indítás. Kis Krisztián felé, Ogyincov lép ki a kapujából. Hatalmas üvöltés kísérletében szedte össze. Szatmári lőtte rá, Csirmazra. A kelleténél kicsit erősebben ezt a labdát. Nemes néző, hogy kit hozhatna játékba. Sramkót választja. Nemes. Csatári szerzi meg, és harcolja ki a bedobást. Bertus. Szépen mozgott el az emberétől, és kapta meg a labdát Csirmaz, hátragurít Szatmárihoz. Celestin. Bokros. Lőrinci. Fülöppel szemben, ezúttal nem tudott túljárni a putnoki eszén. Celestin azonban megszerzi. Pap Marcell. És egy távoli lövés, ami elkerüli a kaput. És az utolsó negyed órára Kuznyecov Szergej két fiatalnak is lehetőséget ad ismét. Benkő Péter és Leszczynszky érkezik. Pap Marcell és Bertus Lajos számára ér véget ezzel a mérkőzés. Hát így van ez rendjén, a felkészülési meccsek erről szólnak, hogy több-kevesebb időt azért a keret valamennyi tagja a pályán tudjon tölteni. Celestin fejeli vissza, Csatári. Lőrinci. Szatmári kapja az oldalra fejelt labdát. Ogyincov. Ferencsik. Egy kicsit maga alá került a labda. Nemes. Leszczynszky volt szabálytalan. Nemes Milánnal szemben. És a putnoknál egy újabb hármas csere következik majd, hogyha figyelemmel tudjuk kísérni. Galacserik és Pócsik Botond lejön a pályáról.
és Nemes Milán a harmadik, akit Szala Ákos lehívott. Sági Félix. Az egyik érkező, ez egészen biztos. Menet közben meglátjuk a másik kettőt. Mészáros. Leszczynski támadta. Mészáros azonban jó csel eloldja meg ezt a szituációt. Sramko. Ferencsik. Szatmári. És Ogyincov kapja. Bokros. Leszczynski. Medgyes Szinán. Leszczynski komoly párharca Fülöp Krisztiánnal, amely után Diós Győri bedobással folytatódik tovább a mérkőzés. Leszczynski kicsit vaktában rúgja be középre, de a hosszú oldalon Csirmaz még összegyűjti a labdát, aztán kigurul, nem tudta már bent tartani. Sramko. Szatmári. Csatári. Szatmári. Szelestin. Megindul előre bátran most két ember között, aztán Bokroshoz továbbít. És dőlt a kordon is egy pillanatra. A pályaépítés gyorsan megtörtént, a helyreállítás, úgyhogy folytatódhat a meccs. Jöhet lassan a hajrá, hiszen most már a 79. percben járunk, a második félidőben továbbra sem esett gól, már a szünetben is 2-1-re vezetett a Diós Győr a Putnok ellen, és jelen pillanatban is ez a mérkőzés állása. Mészáros Dávid, Szücs. Sramko kérné, Szücs azonban megnyújtja hosszan előre. Sági Félix irányába, Szatmári fejeli le. Csatári és Juhos készfogója. Aztán Juhos belement a csímbe, nem is tudta pontosan továbbítani. Fülöp Mészároshoz haza. Csatári. Szabad rúgás lesz befelé. Rúghat a Diós Győr. Egészen kevés volt itt a második játék részben eddig a pontrúgás, egy-két szöglet, de nagyjából ennyi. Medgyes gurítja ki. Sramko Ronald lábáról. Sorok ki a labda, úgyhogy szöglet következhet, ezúttal a jobb sarokból. Akkor, amikor nagyjából 10 perc van hátra a Diós Győr első felkészülési mérkőzéséből, Lőrinci Attila kocogát a túloldalra is. Lőrinci tehát. Csirmaz kapott egyet, Kistől, de mehet tovább a meccs. Benkő csúszik oda, másodszor is, a labda azonban továbbra sincs meg. Kis. Sági. Csatári biztosít, és szöglet lesz végül. Most egy gyors korszerű kontrát vitt végig a Putnok csapata. És eljutnak egy sarokrúgásig, Sramko kocog ki a szöglet zászlóhoz.
Sramkó tehát a jobb sarokból. Celestin fejeli ki a mezőnybe, amit aztán egyből visszarúg Juhos, és Sági marad lent egy ütközés következtében a földön, de mehet tovább a mérkőzés. Bokros kezében a labda. Tehát még egyszer a DVTK programjáról. Pénteken a csapat elutazik az ausztriai edzőtáborba, ahol tervek szerint 4 felkészülési mérkőzést játszik majd csak és kizárólag külföldi csapatok ellen. És a bajnoki főpróba majd július 22-én a Kassa ellen lesz a DVTK stadionban. Immáron szurkolók előtt, egy héttel a bajnoki rajtot megelőzően, július utolsó hétvégén pedig az OTP Bankliga első fordulójában a Puskás Akadémia érkezik majd Diósgyőrbe. Ez lesz tehát a nyitány. Azután egy mezőkövesdi vendégjáték következik, majd a Paksot fogadja a Piros-Fehér Társaság. Úgyhogy a program összeállt, a keret nagy részt, ahogy Kuznyecov Szergej is mondta, 80-85%-ban kész, innentől kezdve a munkán a fő hangsúly. Lőrinci vagy Bokros? Lőrinci, és utat talál a labda a kapuba, remekül lőtte el Lőrinci Attila. Ezt a szabadrúgást a sorfal fölött, a labda pedig élesen csapódott lefelé, így a mérkőzés hajrájában a 83. percben Lőrinci Attila szépen eltalált szabadrúgás góljával a DVTK 3-1-re növeli az előnyét, a vezetését a Putnok elleni felkészülési mérkőzésen. Megnézhetjük még egyszer, Bokros is ellőhette volna, hagyta Lőrincinek, aki a sorfal szélén, széle mellett ellőve talált a bal alsó sarokba. Ez volt tehát a harmadik Diósgyőri gól története. Mészáros. Bokros fejeli vissza. Ferencsik elől tovább tudják tenni, Lőrinci. Ügyes cselekkel tartja meg Celestin. Ferencsik. Lőrinci. Meggyest próbálta kiugratni két Putnoki között, a labda azonban nem jutott el odáig. Meggyes. Lőrinci. Diósgyőri dobás. Leszczynski. Csirmaz. Szatmári. Benkő. Csirmaztól Ferencsik kapja. Celestin. Benkő várta meg, hogy lepattanjon. Sramkó felment fejelni. Benkő ügyesen vissza sem tudják húzni a mezénél fogva. A beadás azonban már nem pontos. Juhas Dávid lábáról pattan ki a labda, és ismét érkezhet Lőrinci a mérkőzés hajrájában. A Diósgyőr beszorítja a Putnokot. Már 5 perc sincs hátra a rendes játékidőből. Újabb hazai szöglet ezúttal a jobb oldalról. Szatmári fejel. Kissé le kellett hajoljon. Nem tudta már kellően irányítani a labdát, ezért mellé szállt. Mészáros kirúgása. Csirmaz.
Szatmári veszi le két ember között, Benkő, Csatári, Ferencsik, és Bokros zárkózik a támadáshoz. Leszczynszky kapja egy sorral előrébb. Medgyes Szinán, labda volt a játékvezető szerint, és nyilván az ő szava a döntő, újabb szöglet következik. Hát itt az utolsó negyed órában a Putnok ereje azért elfogyott, Hodzincovnak nem sok dolga volt, és egyértelműen beszorítja a DVTK a gömöri együttest. Ez a fölény pedig egy gólban mutatkozott meg, amit a szögletet elvégző Lőrinci szerzett. Most azonban Celestin elől ki tudják fejelni. Kis. Csatári és Ramkó párharca, amelyet a Putnoki játékos nyer meg ezúttal. Celestin. Sági Félix előle, Medgyes Szinán. Bokros. Szatmári. Benkő. Benkő indul el befelé. Csatárit szerette volna kiugratni. Olvasták a szándékot a vendégek. Csirmaz. Szatmári. Egyébként a DVTK kommunikációs stábja utazik az edzőtáborba, úgyhogy Ausztriából is rengeteg beszámolóval és képi anyaggal készül majd a stáb, úgyhogy a Diósgyőr kommunikációs csatornáit, akár a weblapot, akár a Facebook oldalt érdemes lesz nyomon követni, az Instagramot és a TikTokot is, mert jönnek majd a friss hírek, információk, érdekességek Ausztriából is. Élő streamen pedig a hazai kassa elleni mérkőzést tervezzük három kamerával közvetíteni még, úgyhogy a Diósgyőr folyik majd az interneten keresztül, úgyhogy azok sem maradnak le semmiről, egyetlen pillanatról sem, akik nyilván nem tudnak kiutazni, és természetesen a szurkolóknak nem is ez a dolga, de érdeklődnek a csapat iránt, és hogy mi történik az NB1-es együttes házatáján, úgyhogy kövessék figyelemmel ezeket a csatornákat. Minden nap akár többször is, mert a kollégák jelentkeznek majd ezekkel a hírekkel, információkkal, és természetesen, amennyiben lesz még új igazolás vagy változás a keretben, arról is beszámolunk majd az elkövetkezendő napokban, hetekben. Ugye az átigazolási időszak szeptember 6-áig tart, ki lett tolva augusztus végéről, úgyhogy addig nyitva a piac, addig bármi történhet, de ahogy Kuznyecov Szerge is mondta, nagyjából úgy szeretett volna, vagy úgy szeretne elindulni az ausztriai edzőtáborba, hogy a keret 80-85%-ban már biztos és rendelkezésre áll. Szatmári időközben elpattant tőle a labda, aztán korrigálni tud Kissel szemben, Juhost azonban nem tudja a levegőben legyőzni, Hodzincov a hosszú előrevágott labdára azonban ki tud lépni. Megkezdődött, illetve lassan le is telik a rendes játékidő utolsó perce. Túl sok ráadás, túl sok hosszabbítás véletlenül nem lesz ezen a találkozón. Csirmaz ezt a támadást azonban még engedi a játékvezető. Szatmári, Ferencsik bátran fordul és teszi tovább Bokroshoz. Talán a cserék miatt, a változtatások, ugye a Putnokiak háromszor is hármat változtattak. De nincs tovább, itt a vége az első felkészülési mérkőzésnek. A DVTK tehát 3-1-re legyőzte az MB3-as Putnok csapatát, és így utazik az ausztriai edzőtáborba. Jó utat a csapatnak, jó utat a kollégáknak, a figyelmet pedig köszönöm. Jelentkezünk nem sokára. Tartsanak velünk mindig, és figyeljék a DVTK csatornáit. A végeredménnyel búcsúzom, tehát DVTK Putnok 3-1, viszont hallásra. Szélesztem.